Tavaly ősszel változás történt a püspökladányi roma nemzetiségi önkormányzat életében, hiszen új elnökség állt fel új célkitűzésekkel. Emellett az önkormányzat székhelye is megváltozott. Ebben az épületben két helység található, az egyikben lehetőség van a mindennapi ügyek intézésére, a másikban pedig az elmúlt héttől polgármester asszony kezdeményezésére egy könyvtárpont jött létre az újtelepi városrészen lakók számára. 2014. október 17-e óta új kisebbség alakult Püspökladányba. Ez egy magánház, amit bérlünk, amit az önkormányzat segítségével működik. Hát most van egy irodánk, van ahol egy olyan helyiség, ahol szoktunk kávézni, beszélgetni a kisebbségi vezetők, és most jelenleg, ami most működik ez a könyvtár, most azt fogjuk használni. Mert én úgy gondoltam, hogy kell a kisebbségnek egy olyan hely, mert például itt dolgoznak az új telepen, ahol minden reggel megjelennek 7 órára, és innen szoktak kimenni dolgozni. Itt reggel szoktak megjelenni, és aláírják jelenlétüket, elosztjuk őket, hogy ki hol dolgozik, melyik területen. Ebbe természetesen segített a polgármester asszony, nekünk is ötletünk volt, de ebbe a polgármester asszony támogatta, az igazgató úr, meg a főszerkesztő asszony is. És ők indított ez az ötlet, hogy ők adják nekünk a könyveket. A püspökladányi roma nemzetiségi önkormányzat képviselői segítik a romák mindennapi problémájának megoldását, a roma gyerekek tanulását, sportolók támogatását, kulturális rendezvények és egyéb programok szervezését, melynek színterjéül szolgál ez az épület is. Minden nap nyitva van az épület, és a hét bármelyik időszakában jöhetnek ide bárki, bármilyen célra. A munkával kapcsolatban jöhetnek ide bármilyen célra, plusz, hogyha a mamulaknak valami gondja, hátrányos helyzetű embereknek, és azokat fel szoktuk jegyzetelni, és akkor azok, bemegyünk a polgármesterhivatalba, és akkor polgármester asszonynak előterjesszük ezeket a dolgokat. Megbízást kaptunk polgármester asszonytól, hogy az itteni lakosok, az újtelepi lakosok, hogy ide is tudjanak jönni, könyvet kölcsönözni, vagy az iskolások valami tanulmányi célból könyvet kölcsönözni, és a tanulmányi céljokat, azokat tudják pótolni. Az épületet az újtelepi közmunka keretein belül dolgozó közmunkások segítették felújítani. A bejárat fölött található a roma nemzetiségi önkormányzat címere, amit egy hónapig készített fából, marógéppel Kovács Krisztián az önkormányzat részére. Ez a címer a roma nemzetiségi önkormányzatot ábrázolja. A fiam készítette el, és Kovács Krisztián készítette el, és ez a romák jelképe. A romáknak ez azt jelenti, ez a kerék, hogy városokra járkáltak, és szekerekkel járkáltak régebben. És ilyen megbízást kaptunk, hogy egy ilyen jelképű kereket tegyünk ide. Most járunk itt a Verondán járunk. Ezt mi festettük ki, mi hoztuk rendbe a Verondát. Itt, ha bejebb jövünk, akkor megtaláljuk itt az előtért. Itt szoktak a munkások itt pihenni, itt szoktak bejönni, vagy reggelizni. Ugyanúgy szolgálatunk rá ez egy kávéautomata. Itt belül láthatunk az irodánk. Az irodánk belül látható. Itt szoktuk írni a jelenlétíveket, a munkások naplóját, meg itt szoktunk megbeszélni a dolgainkat, hogy tudunk megtenni. Kis Zsigmond önkormányzati képviselő riporterünknek elmondta, hogy az új elnök vezetése alatt jól működik az önkormányzat, minden felmerülő problémát próbálnak megoldani, és ebben is segítségükre van ez az épület, hiszen itt összeülhetnek az éppen aktuális ügyeket megbeszélni, megvitatni. Az ide kerülő könyvtárpont is sokban megkönnyíti ezen városrész lakóinak az életét. Én úgy gondolom, hogy ez az új kisebbségi önkormányzat, ami felállt, egy teljesen új alapokra helyezte itt az együttműködést a várossal, és azt mondhatom el, hogy nagyon rugalmasan, nagyon jól tudják kezelni azokat a problémákat, amik ugye felmerülnek itt az adott körzetben.
Hát végül is kellett egy hely a kisebbségi önkormányzatnak is, ahol ugye össze tudnak gyűlni, ugye a dolgos bajokat meg tudják beszélni, és én úgy gondolom, hogy ez a hely alkalmas rá, hiszen ahogy bizonyára látták is, és ugye a felvételek is tanúsítják, nagyon szépen helyre hozták ezt az épületet. Ez egy romos, régi típusú kis paraszház volt, most azért már látszik, hogy igényesen ki van meszelve, ki van festve, nyílászárókat megcsinálták, és szépen be is lakták, hiszen bútorokkal van tele, és elmondhatjuk azt is, hogy ugye rövidesen itt egy könyvtár is fog nyílni, aminek szerintem mindenki nagyon örül. Ez egy újabb lehetőség itt az új telepi lakosság számára, hiszen elmondhatjuk, hogy már a Peti telepen is van egy fiókpont a könyvtárnak, és ugye azt gondoltuk, hogy akkor az új telepen is megéri azt a fajta kezdeményezést, hogy a gyerekeknek vagy az idősebb korúaknak ne kelljen a nagy könyvtárba bemenni, hanem itt az új telepen a város központjához, vagyis az új telepi városrész központjához közel be tudunk rendezni egy ilyen helyet, amihez a Roma Kisebbségi Önkormányzat bátran csatlakozott, és felajánlotta a helyiségét, hogy itt akkor ezt a kezdeményezést akkor valóra tudjuk váltani. Az újtelepi könyvtárpontba gyermek, ifjúsági és felnőtt kötetek érkeztek. A 200 kötet között található kötelező olvasmány, folyóirat, valamint világ és szépirodalmi mű is. Lakossági igény alapján kerültek kiválogatásra a kötetek, melyeket csak úgy, mint a városi könyvtárban beiratkozás és kölcsönzés után lehet majd elvinni. Az újtelepen az újtelepi könyvtárpon nevet adtuk az itteni könyvtárnak. Úgy fog működni, első körben most kihoztunk 200 darab könyvet. Ez úgymond a benti könyvtár példányaiból, illetve ajándékkötetekből áll, egy 200 darabos állomány, és amit itt mögöttünk rágyuk a kihelyezett könyveket polcokra, raktuk témakörök szerint, és itt is várjuk ugye a beiratkozó olvasókat, tehát az itteni városrész lakói kicsiktől nagyoktól jöhetnek beiratkozni. Ugyanúgy, mint a benti nagykönyvtárba is többen járnak hozzá, tehát megszokhatták, hogy ugye bizonyos időközönként, de 2-3 hétre vihetik ki a könyvet, ugye, és akkor visszahozzák, vihetnek folyóiratokat, mesekönyveket, kötelező olvasmányokat, tehát szinte teljesen úgy működik, csak nem számítógépen vannak nyilván tartva a könyvek, hanem egy úgynevezett brossúra leltár szerint van felvezetve az itt megtalálható dokumentumok, és az itteni adminisztratív személyzet, az önkormányzat, a Roma Nemzetiség Önkormányzat jó voltából segít a könyvek kikölcsönzésében, napi statisztikák elkészítésében, mi pedig a folyamatos szakmai segítségnyújtást vállaljuk. A gyerekeknek, tehát vannak az Így ért sorozat, van egy pár kötelező olvasmány, amit még szeretnénk bővíteni, hiszen jelezték az itteni képviselők, itt a Nemzetiség Önkormányzatnak a tagja, és hogy fontos, hogy a gyerekek kötelező olvasmányhoz is jussanak, hát most ugye a Tüskeváltók, ez a Kis Herceg igazából rengetegben, tehát van azért egy pár kötelezőt, amit tudok ajánlani, illetve az Így ért sorozat, de az Ég is, vagy a természettudományos, úgymond gyerekeknek ismerte ezt a könyveket is hoztunk, folyóiratokat is, tehát a Tapancs, a Szivárvány, tehát gyermekfolyóiratokat, de tervezünk majd felnőtteknek, idősebbeknek is folyóiratoknak a kihozását, illetve vannak felnőtt könyvek, tehát a világirodalom remekeitől kezdve, romantikus irodalom, egy pár krimi is megkerül, próbáltuk, hogy tartalmilag azért minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő könyveket. Egyeztetés előzte meg a könyvtárpont kialakítását, a jövőben pedig a könyvkölcsönzés mellett, ha igény van rá, különböző foglalkozások is megvalósulhatnak itt. A könyvtárpont megnyitását Sári Andra igazgatónő szólt, hogy ugye az önkormányzattal egyeztessünk, tehát voltunk igazgatónővel, polgármesterasszonynál, utána később pedig a Roma Nemzetiség Önkormányzat, és az itteni városrész képviselőivel, Kis Zsigmond képviselőre is egyeztettünk, de egy olyan előkészítő munka előzte meg, hogy egyáltalán van-e ugye realitása, mennyi könyvállományt tudunk kihelyezni, módszertanilag segített a Mélius könyvtár is, tehát beiratkozási naplót tudtunk adni, munkanaplókat, olvasójegyeket, tehát ez fontosan számba vettük. Aztán a következő lépés volt a két körös egyeztetés után, hogy összeszedtük bent az állományt, segítettek az ottani önkéntes fiataljaink is, hogy ezeket fölírták, listára vezettük, áttekintették a Nemzetiség Önkormányzat képviselői is,
Aztán ezeket a könyveket, ugye, amint mondtam, az előbb brossúra leltároztuk, beleértük a könyvbe is a könyveknek a leltári számát. Tehát egy előkészületi munka, úgy adminisztrálva, katalógizálva, úgymond a kölcsönzés előkészíteni tudjuk az állományt. Tehát végig ez volt az ilyen kétkörös egyeztető munka. Úgy terveztük azért, ugye nem csak a kölcsönzés, hanem a helyben olvasás lehetősége is adott, tehát fontosnak tartjuk, hogyha, mivel ugye mondta a képviselő is, hogy van számítógép internetezés lehetőség, ez fontos, tehát az önkormányzatnak, a Román Nemzetiség önkormányzatnak is van Facebook oldala, e-mail címe, pályázatokban is működtünk már együtt, tehát ez az együttműködés fég szélesedhetne, hogyha igény szerint olyan foglalkozás, ami az olvasás kultúrát fejleszti, akkor közösen gondolkodhatnánk, tehát akár itt az itteni könyvtárban is segítséget tudunk adni, hogy a gyermekeknek olyan közösségi foglalkozást tartsunk, ami a szövegértésüket fejleszti, a kreativitásukat, a kézügyességüket, tehát valóban lehetne ünnepkörökhöz kapcsolódva, vagy az ő nemzeti hagyományaikhoz kapcsolódóan foglalkozásokat tervezni, és mivel itt a könyvtár, pont ez jó apropó lenne, hogy olyan foglalkozást tervezni, az itteni könyveket is fel tudják használni a gyerekek. Az újtelepi városrészen megnyílt új könyvtárba hamarosan újabb kötetek, folyóiratok érkeznek majd, ezzel bővítve a jelenlegi állományt. Minden hétköznap várják szeretettel az olvasni vágyókat, az ott dolgozók, és remélik, hogy mindenki megtalálja a számára kedves olvasmányt.